Jó estét kívánok, ez a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban 2014. november 17-én, hétfőn este 7 órakor. Főbb híreink először röviden. Lemondott az elnök, tanácskozott a Szennyvíztisztítási Társulás. Rossz állapotban van az épület, nem veszi meg a város a fekete sast. Rászorulók támogatása, egyházközségi bál jótékony céllal. Mivel már nem tagja a képviselő testületnek, ezért lemondott a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Szennyvíztisztítási Társulás elnöke. A tagok Árva István mosonmagyaróvári polgármestert választották meg Pető Péter helyére. A szennyvíztisztító telep intenzifikálása megtörtént, így jelentős feladata nincs az öt település tömörítő önkormányzati társulásnak. A korábbi elnök Pető Péter már nem tagja a képviselő testületnek, november 12-i hatállyal lemondott tisztségéről. Ez a 4 éves munka, amit én amikor 2010-ben az akkori társulási tanácsra elkezdtem, az már a végéhez közeledik, műszaki értelemben talán befejeződött, pénzügyi lezárás tekintetében az jövőjére válaszol a társulásnak már. Csak bizonyos körülmények, feltételek melletti működtetés lesz majd a feladata. A tagok egyhangulag Árva István mosonmagyaróvári polgármestert választották meg. A társulás azért alakult, mert a mosoni szennyvíztisztító telep nem felelt meg az előírásoknak. A 3 milliárd forintos beruházás elkészült, az elszámolás tart. Jelentős jogszabályi háttér is módosult, illetőleg a Magyar Államkincstár részéről is érkezett egy felhívás, hogy módosítani kell a hatálytalan részeket. Ehhez viszont a települések képviselőtestületeinek hozzájárulása kell. Sürgősségi indítvánnyal került a testület elé a feketesas épületének megvásárlása. Az egykor szebb napokat megélt épület jelenleg az egyetem tulajdonában van. Az ingatlan a Magyar Állam tulajdonában és a Nyugat-Magyarországi Egyetem vagyonkezelésében van. A műemléképület piaci értékét a vagyonkezelő értékbecsülés alapján 81,5 millió forintban határozta meg. A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény értelmében értékesítés esetén az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. Az egyetem tájékoztatása alapján az ingatlan rendkívül rossz állapotban van. A felújítást 2000-ben a vagyonkezelő megkezdte, azonban a befejezés nem történt meg. Az épület emeleti szintje jelenleg befejezetlen műszaki állapotban, a földszinti épületrészek és az udvari épületek teljesen elhanyagolt állapotban állnak, továbbá a belső szerkezeti hibák mellett a homlokzat is felújításra szorul, áll az előterjesztésben. Mivel az épület városképi jelentőségű építmény, a homlokzatát eredeti állapotban kell megtartani, és az esetleges átalakítások csak szigorúan szabályzott előírások szerint végezhetők el, amely munkafolyamat jelentős többletköltségeket eredményezhet. A képviselők végül úgy döntöttek, nem élnek az elővásárlás jogával. A város egyik legrégebben megszervezett bálját tartották meg a hétvégén. A mosoni egyházközség, a Szent Lázár lovagrend és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a bevételt a rászorulók megsegítésére fordítja. Add Uram, hogy a mi közösségünk téged lásson itt vendégül. Immár 23. alkalommal rendezték meg Mosonban az egyházközségi bált. Egyrészt közösséget építenek, a mosoniak mellett a szomszédos Magyaróvárról, valamint a Filiákból, Kimléről és Máriakálnokról is érkeztek vendégek. A bál bevételéből minden évben körülbelül 200 szeretetcsomagot készítünk karácsonyra, és az egyházközség Karitász, a szeretetszolgálat tagjai, akik ezt összeállítják, elviszik házakhoz, magányosokhoz, szegényekhez, idősekhez, nem csak elviszik, elbeszélgetnek velük, hiszen az ajándék nem csak materiális, anyagias dolog lehet, hanem az a szeretet, ami sugárzik azokból, akik ezt az ajándékot átadják. Idén 1241 tombola szelvény kelt el. Emellett a jegyek, valamint a sütemények árából összegyűlt összeggel támogatják karácsony előtt a rászorulókat. Itt a mai estének a attrakciója nyilván az, hogy az emberek itt együtt legyenek, érezzék jól magukat, szórakozzanak, de amit azt a köszöntőben is említettem, hogy ne feledkezzünk meg egy pillanatig sem arról, hogy mi a célja ennek a bálnak. Az, hogy jön a karácsony, a szeretet ünnepe, amikor is vannak olyan emberek, akik sajnos hátrányos helyzetüknél fogva nem képesek arra, hogy egymást megajándékozzák, öregek, magányosak, rászorultak, nekünk az a dolgunk, hogy a rendelkezésre álló erőinkkel segítsük őket.
Ez alkalommal az ifjúsági hittancsoport is készült. Az első meglepetés bennünket ért, hogy át tudtuk lépni az akadályokat, a saját falainkat, és hogy leküzdöttünk egy akadályt, amivel előkészítettük azt, hogy ez az ünnep, ez a mai este valóban szép legyen, és hogy kaphassanak önök egy ajándékot. A táncmenet lehetőség nyílik a beszélgetésre, a hétköznapok nehézségei között megpihenve tudnak egyúttal segíteni embertársaikon a bálozók. Váratlan nagy arányú vereséget szenvedett az MKCS-e a női NB1 alapszakaszának 9. fordulójában. A mérkőzés első félidejében, főleg Tóth Gabriella remek góljainak köszönhetően még tartottuk a lépést a hazaiakkal. A fordulás után csapatunk játéka azonban teljesen szétesett, így 11 gólos vereség lett a vége Békés Csabán. Nem is emlékszem, hogy mikor szenvedett az én csapatom ilyen megalázó vereséget. Nagyon kellemetlen éreztem magam. Néhány játékosunk úgy éreztem, hogy lélektelenül játszik, tehát az a nagy tűz és akarás, ami eddig jellemzett belünk, ez itt teljesen eltűnt. Hát ennek az eredménye volt ez a kudarc, és hát most újra meg kell próbálnunk fölállni, van rá 4 napunk, hiszen pénteken úgy ismét egy rangadót kell játszanunk Debrecenbe, remélem, hogy addig a csapat a tartását vissza tudja szerezni. Nem sikerült az újabb bravúr, így megszakadt a Futura Moson Magyaróvár 3 meccs óta tartó győzelmi sorozata. Az NB3 14. fordulójában Diósdon szenvedett 1 gólos vereséget a Futura Moson Magyaróvár. Sajnos az egyetlen hibát mi követtük el a mérkőzésen a védekezésben, és ezt kihasználta ellenfelünk, kívül gólos vereséget szenvedtünk. Több volt a meccsben, nagyon sajnálom, hogy nem sikerült folytatni a győzelmi sorozatot. Kedves nézőink, ez volt a híradó itt a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban. Most a testületi ülésről beszélgetünk Ábrahám Tivadarral, a Demokratikus Koalíció képviselőjével. Friss hírekkel holnap este 19 órakor várjuk Önöket. Viszontlátásra!